Köszöntöm Önöket, ez az Építők kézilabda magazin, a Telekom Veszprém magazin műsora. Három trófea és BL 8-at döntő, ez a mérlege a nemrég véget ért szezonnak Momi Vidics számára. Az Építők vezetőedzője alapvetően elégedetten értékelte a mögöttünk hagyott idényt. Még szinte visszhangzott az ünneplő maroknyi Veszprém szurkolótól a már majdnem üres Pikk Aréna, amikor Momir Ilics és csapata már otthon a Betegnécs Hotelben készülődött a hosszú és kihívásokkal teli 2022-2023 szezon lezárására. Egyetlen éjszaka választotta még el csupán a friss magyar bajnok alakulatot a fináli utolsó felvonásától, amely éjszaka, elmondhatjuk, nem a nyugodt pihenésről szólt a csapattagok számára. Őszintén szóval nem aludtam túl sokat, hiszen amikor történelmi győzelmet aratsz úgy, hogy 6 év után ismét begyűjtöd a magyar kupát és a magyar bajnoki címet, akkor ez egy igazán különleges érzés. Főleg úgy, hogy a bajnokságot 4 év után sikerült ismét megnyerni. Ez egy nagyon hosszú és bonyolult szezon volt, de azt gondolom mindemellett nagyon sikeres is. Na ezért is van az, hogy ezt ilyenkor jól meg kell ünnepelni. Hallhatjátok a hangomon is, hogy nem olyan, mint normális esetben, de nem számít, mert nagyon boldog vagyok. A hosszú út a SEA Liga Final Four-ral kezdődött, amelynél kissé még döcögött a gépezet. A SEA Liga trófeáért folytatott harc mostanában mindig az első dolog számunkra egy szezon kezdetén. Ez egy picikét más, mint a többi versenysorozat, de nagyon jó alkalom arra, hogy megnyissuk az idényt egy trófeával. Ahogy én visszaemlékszem, nagyon jó elődöntőt játszottunk. Aztán megnyílt a bajunk a Zágrábbal, de akárhogyan is győztünk, és ezzel kezdtünk neki a bajnokok ligájának is. Itt aztán egy olyan 3-4 hónapos periódust kezdtünk, amelyben nem veszítettünk pontot egyetlen meccsen sem. Ez nagyon jó dolog volt, persze ezt követően jöttek a gondok. Ott volt például Jakja sérülése is. Ez komoly gondokat okozott számomra edzőként, hogy hogyan oldjam meg az ő helyettesítését. Emellett voltak más egyéb problémák is, de végül ezek megoldottak. Mint mindig, a fő cél most is az volt Veszprémben, hogy a csapat nyerjen meg mindent, amit itthon megnyerhet. A Bajnokok Ligájában pedig az, hogy a gárda legyen a lehető legközelebb a kölni négyes döntőhöz. Mielőtt a negyed döntőről beszélgetnék, mindenképp meg kell jegyezni, hogy a csoport küzdelmek alatt milyen sokáig nem vesztettünk pontot. Az első kellemetlen szituáció Zágrábban jött. Persze előtte volt egy döntetlenünk a Magdeburg ellen, de az első sok hatás Zágrábban ért bennünket. Annak viszont örültem, hogy ebből sikerült tanulnunk. Sikerült azt megtanulni például, hogy minden ellenfelet tisztelni kell és motiváltnak kell lenni. Ez az egyik legnehezebb feladata egy edzőnek, hogy folyamatosan motiválja a játékosait, hogy azok mindig ugyanazon a szinten teljesítsenek egész szezonban. Egyébként a Bajnokok Ligájában volt jó néhány remek meccsünk, és azt gondolom a Kielce elleni találkozóig nem is volt nagy baj. Ott viszont összetalálkoztunk egy nagyon jó állapotban lévő Kielcével, mi sajnos ekkor nem voltunk elég élesek. Leginkább azért nem, mert összesen 8 meccset kellett játszani a Szegeddel, ez megosztotta az erőinket. Momir Ilics szerint lehet, hogy vannak olyan szurkolók, akik elégedetlenek a csapattal, mert most nem sikerült bejutni a kölni BL Final Four-ba, de csalóka csak innen megítélni a szezon. Ahogyan a svédországi világbajnokság után visszatértek a játékosok januárban, az nem volt egyszerű sztori. Amikor a játékosok megérkeznek a nemzeti válogatottaktól, az minket edzőket mindig kihívás elé állít. Szó szerint ismét össze kell rázni a csapatot, de szerintem ez sikerült. Februárban a társaság szépen elkezdett elindulni felfelé, és ennek a kicsúcsosodása volt az, hogy elmentünk Szegedre lejátszani a Bajnokok Ligája meccset. Az ottani sikernek nagy szerepe volt a magyar kupa győzelemben is, szintén a Szeged ellen. Szerintem egy újabb lépcsőfok volt ahhoz, hogy a BL legjobb 8 csapata közé jussunk. A kupadöntő első 30 perce többé-kevésbé kiegyenített játékot hozott, de aztán elhúztunk és megszereztük ezt a címet is. Meglepő módon ezt követően kicsit leeresztett a csapat. Momir Ilics szerint a mostani út végén jó esőérzés visszanézni az eredményekre, de van egy nagyon komoly tanúsága is a magunk mögött hagyott szezonnak.
Abszolútli. Egyértelműen. Amikor visszanézünk, természetesen teljesen elégedett vagyok. Egyedül az odavezető úton szeretnék változtatni. Ez az, amiben fejlődnünk kell. Ha megnézem a célokat, amelyeket megfogalmaztunk a szezon előtt, akkor elégedett vagyok. Amiben viszont fejlődnünk kell, az az, hogy legközelebb ezt egyszerűbben tudjuk megoldani, akár már a következő szezonban. Mert például, ha nem hullajtunk el annyi pontot, amennyit elhullajtottunk most, akkor sokkal könnyebb utunk lehet a Bajnokok Ligája döntő felé. De ez még a jövő. Előtte még csatlakoznak az új játékosok a kerethez, Momir Ilić és Gulyás Péter pedig beépítik majd őket az alakulatba, megtalálják a megfelelő helyet nekik a rendszerben, de ez még oly messze van. Addig viszont édes a pihenés, legalábbis július végéig. Éppen elég idejük lesz arra, hogy kipihenjék magukat július 26-ára, többé-kevésbé akkor akarjuk elkezdeni a felkészülést. Most pihenjék ki magukat a srácok, töltsék fel az akkumulátorokat, legyenek tele energiával, ha visszatérnek, hogy el tudjuk kezdeni az új szezont. Persze az edző számára első a csapat, de azért Momónak is jut idő a pihenésre. Ez most a pihenés ideje. A fiamnak már nincs iskola, irány a tengerpart pihenni egy kicsikét, mert természetesen én is lemerültem. Ez egy nagyon-nagyon kemény szezon volt a számomra is. Sipos Adrián 2 év után távozik csapatunktól. A védő specialista játékos, a Sehaliga, a Magyar Kupa győzelem és a BL Final Four után végül magyar bajnoki címet is szerzett ez idő alatt. A 2021 nyarán váratlanul jött a lehetőség Sipos Adrián számára, hogy visszatérjen Veszprémbe. A 33 éves játékos ugyanis az utánpótlásban már játszott az építők színeiben. Egy óriási meglepetés volt számomra, amikor hívtak. Nagy örömmel vártam ezt a hívást, hiszen minden játékosnak talán egy álma, hogy ekkora szintű klubban játszhasson. És talán az egy plusz motiváció volt, hogy én ifjista koromban is voltam itt, úgyhogy visszakerülni a felnőttek közé, ez beszéltem azóta is a csapattársaimmal, barátaimmal, akikkel játszottam annó itt az ifiben, és ez egy óriási dolog és megtisztelés, hogy itt lehetek, hogy itt lehettem. Ez a 2 év ez gyönyörű volt, mind nekem, mind a családomnak. Nagyon boldogok vagyunk itt, nagyon jól érezzük magunkat itt, úgyhogy biztos hiányozni fog ez a hely, ez a csapat, ez a csarnok, ezek az emberek, akik itt körülvesznek minket. Nagyon sok barátom lett a csapatban is, úgyhogy tényleg nagyon sok boldog pillanatunk volt itt, és örömmel fogok visszagondolni erre a 2 évre. Egy kicsit azért más szint a Veszprém, és ahol játszottam előtte. Talán a napi edzéseken lehetett ezt a legjobban észrevenni, hiszen egy-egy meccs az ember fel tudja szívni magát, de azért a napi szinten kellett itt legmagasabb szinten teljesíteni, hiszen olyan játékosok vannak, játékosokkal vagy körülvéve, akik tényleg profik, és a kézlabda mindenét tudják. Úgyhogy ehhez kellett felzárkózni minél hamarabb. Kellett hozzá egy kis idő, nem mondom, de úgy gondolom és úgy érzem, így visszanézve, hogy sikerült ezt a ritmust felvennem elég hamar, és tudtam benne dolgozni, és benne tudtam lenni, úgyhogy nem éreztem magam kilógónak a csapatban. Úgyhogy számomra ez egy fontos dolog volt, hogy meg tudjam magam éreztetni ilyen szinten, és hogy tudjam is magamat tartani ilyen szinten. Bár a pályán nem a gólszerzés volt a fő feladata, hanem a védekezésből vette ki leginkább a részét, azért fontos gólokat is lőtt. Talán a kielcei elleni meccsünk, a BL meccsünk az itthoni, amelyiken 4 gólt szereztem. Ez az egy meccs, amelyikre visszaemlékszem, hogy mennyi gólt szereztem, és a gólok is megvannak, a többit annyira nem emlékszem, ez volt talán egy kicsit nekem olyan, egy ilyen elég komoly csapat ellen gólokat szerezni, talán ez egy nagyobb dolog számomra. Nem hiába mondják mindig az emberek, és mondjuk mi is, hogy a szurkoló az egy nagyon fontos
a mi klubunkban, a mi dolgunkban, amit mi teszünk, úgyhogy ezúton is köszönjük neki, és én is köszönöm, hogy részese lehettem és átélhettem ezeket a feledhetetlen pillanatokat, amikor skandálták esetleg a nevemet, vagy amikor győztünk egy fontos mérkőzésen, azért ezek óriási pillanatok, és nem csak én, hanem a családom is fogja hiányolni ezt, hiszen már pont most a búcsúzás után beszélgettem a kislányommal erről, és már is megkönnyezte. Érzelemdús volt a búcsú a csarnokban, és utána a meglepetés búcsúztató Sipiék lakásán. A beálló és családja ezért is hagyja itt nehéz szívvel a királynék városát. Annak nagyon örülök, hogy sok szurkolóval akár baráti kapcsolatom is lett, és nagyon közeli kapcsolatunk is van. Nekem ezek nagyon jó visszajelzések, hogy szeretnek itt. Valóban biztos nagyon sokat számít az is, hogy magyar vagyok, és könnyebben tudnak velem talán kommunikálni egyes szurkolók, és hogy van egy-egy magyar játékos ebben a klubban. Ez szerintem nekik nagyon fontos. Nekem az első pillanattól, az első héten, amikor érkeztem ide Veszprémbe, már azóta vannak olyan barátaim, akik most már szomszédjaim lettek, és azóta is nagyon-nagyon jóba vagyunk velük. Éppen ma reggel is kávéztem az egyik szomszédommal, aki nagyon régi szurkolója a csapatnak, úgyhogy tényleg ezek óriási élmények, hogy megszerettek és be tudtak így fogadni maguk közé. Úgyhogy köszönöm nekik ezúton, hogy itt lehettem és játszhattam értük, és ők meg szurkolhattak nekem és a csapatnak. Szerintem ezt meg kell köszönnünk, hogy ennyien itt maradtak a meccs után is, és hát valóban nagyon érzelemdús pillanatok voltak családnak, nekem, játékosoknak, talán szurkolóknak is, úgyhogy valóban azt kell, hogy mondjam, hogy olyan érzésem volt, mintha már 10 évet itt töltöttem volna. Sajnos csak 2 év volt, de feledhetetlen volt körbenézni a csarnokon. Meccs közben is többször kinéztem, és néztem a szurkolóknak a reakcióját, hogy hogyan szurkolnak, hogy maradjanak meg pillanatok. Ezt el fogom raktározni elég mélyen. A Telekom Veszprém játékosai a nyári szabadságukat sem csak pihenéssel töltik. Annak jártunk utána, hogy milyen feladatokat írt elő számukra Srdzsan Zirojevic, az erőnléti edző. Ilyen edzéseket most nem kell végigcsinálniuk az építők játékosoknak, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szigorú menetrendjük a veszprémi kéziseknek. A csapat erőnléti edzője ugyanis nagyon figyel a fizikai állapotukra. A szezon elég hosszú volt, így először is pihenniük kell a játékosoknak. Ezzel készülnek elő az egyénileg kapott feladatokra. Van, akinél az erőt, van, akinél a dinamizmust kell fejleszteni. De igazából már most nagyon elégedett vagyok velük, hiszen ebben a szezonban áttörést értünk el a súlyukat tekintve. Ha megnézitek, néhány srác elképesztően fest. András Nilsson rengeteg kilótól szabadult meg. Rodri is. Most csak 2 nevet említek, de ez mindenkire igaz. Nagyot léptünk előre a táplálkozási tervük betartásában, abban, hogy mit tesznek, mert ez rendkívül fontos. Ez fontosabb, mint hogy milyen gyakorlatokat írok elő nekik a nyárra. Két hét teljes pihenőt kaptak, aztán laza kondiedzéssel, valamint futással kell kezdeniük. Mindig arra törekszünk, hogy más sportokat is bevonjuk. Lesz, aki judózik, lesz, aki boxol, lesz, aki vízi sportot űz. Én azt tanácsoltam nekik, hogy nézzék meg, mi az, amit szívesen csinálnának, és jó hatással lehet a következő idényükre. Srdzsan Zirojevic nyáron sem szakad el teljesen a játékosoktól, hiszen ma már minden fizikai paramétert mérni lehet, akár a szabadság alatt is. Az építők kézilabdázóinak pedig tartaniuk kell azokat a számokat, amelyeket az erőnléti edző megadott, hogy a felkészülés július 26-ai kezdetén mindenki az elvárt formában legyen. Öt év után távozik Manuel Strlek a Telekom Veszprémtől. A horvát balszélső olimpiai és világbajnoki bronzérmesként és Európa-bajnoki másodikként érkezett a klubhoz.
Manuel Strüle klub szinten éppen a Veszprém ellen érte el legnagyobb sikerét, amikor 2016-ban Bajnokok Ligája győztes lett. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy két évvel később leigazolta őt az építők. Nagyon izgatott voltam, hogy egy ilyen jó csapathoz csatlakozhatok. Egy új közegbe kerültem, és új kihívásokat találtam a karrieremben. Rendkívül boldog voltam emiatt. Tudtam, hogy egy nagyon komoly klubhoz kerülök, amely minden fronton címekért harcol, legyen szó a hazai bajnokságról, vagy a Bajnokok Ligájáról. Azt vártam, hogy sok jó játékossal játszhatok együtt, és a legmagasabb szinten kézilabdázhatok. Természetesen az nem volt kérdés, hogy melyik mérkőzések voltak számára a legkiemelkedőbbek hazai fronton. Mindig különlegesek voltak a Szeged elleni finálék. Ezeknek a derbiknek mindig más a hangulata. Nagyon hangos a csarnok, és azért is különleges, mert trófeákért játszottunk egymással. A Bajnokok Ligájából már nehezebb kiemelnie egyetlen emlékezetes párharcot. Nagyon sok meccsünk volt ott, amelyekből nehéz egyet kiemelni. De tudok egyet mondani, amikor nagyon szomorú voltam, méghozzá rögtön az első évemben, a Várdár ellen elvesztett finálét, amit nem fogok elfelejteni. Sajnos nem a pozitív, hanem a rossz emlékek miatt maradt meg az emlékezetemben. Arra nem emlékszem, hogy mikor játszottam először teltház előtt itt, de azt tudom, hogy a Balatonfüred elleni felkészülési találkozón szerepeltem első alkalommal Veszprém mezben. Abban, hogy 5 évet töltött Strülek Veszprémben, nagy szerepet játszott az is, hogy családja is jól érezte magát a városban. Nagyszerű időszakot töltöttem itt. A családom is élvezte, hogy itt vagyunk ennyi időt. A lányom itt kezdett el iskolába járni, a fiam pedig óvodába. Sok barátom lett a csapatból, és sok együtt töltött pillanatot éltünk meg közösen, úgyhogy örömmel emlékezünk majd vissza erre az időszakra. Strülek az első és az utolsó szezonjában lett magyar bajnok a Veszprémmel, ami sokat jelent számára. Azért játszunk ezen a szinten, hogy címeket nyerjünk, és amiben csak lehet elsők legyünk. Egy pici hiányérzetem csak a bajnoki elsőségek miatt van, mert szerettünk volna több első helyet ünnepelni. De ilyen a sport, nem lehetsz mindig top formában. Vannak hullámvölgyek, ilyen az élet. Ezért is szerettem volna különösen, hogy bajnoki trófeával távozhassak a klubtól. Mindig fantasztikus volt a Veszprém arénában játszani. Nagyszerű szurkolók és remek hangulat van itt. Úgy gondolom, minden kézilabdázó nagyon elégedett lehet ezzel az atmoszférával. Az utánpótlásból indult, és a felnőtt csapat magyar bajnoki címéig jutott, közben pedig magyar válogatott is lett. A Hamburgba igazoló Ilić Zorán remek teljesítménnyel búcsúzott a Telekom Veszprémtől, ahová még szeretne visszatérni. Ezekkel a gólokkal búcsúzott a Telekom Veszprém az arénában az építők meztől elköszönő Ilić Zorántól. A gyönyörű gólok, amelyekkel elbúcsúzott a Veszprém arénától és a közönségtől Ilić Zorán. Megható érzés volt a búcsú, viszont igen, az utolsó meccsem volt itt Veszprém arénában, és azt szerettem volna élvezni azt a játékperceket. Nem tudtam, hogy 60 percet fogok játszani, de bármennyit is játszottam volna, biztos, hogy élveztem volna, és úgy mentem volna bele a meccsbe, hogy 100%-osan, mint eddig.
és kicsit jobban élvezni ezt a úgymond két évet, amíg itt voltam. És pörögtek az emlékek ebbe a két évbe, pont meccs előtt, amikor be kellett futni, és utána egy ilyen megható érzés, mikor ugye befutsz, és csodálatos szurkolótábor ordibálja a nevedet, az nagyon megható. Viszont a búcsú is nagyon jó, és köszönöm a csapatársaimnak és a szurkolóknak, hogy így biztattak minket. Ilics Zorán 2019-ben került Balatonbogláról Veszprémbe, de 17-18 évesen még elsősorban az utánpótlásban számítottak rá. A felnőttek között csak epizód szerepeket kapott Momir Ilics 2021-es kinevezéséig. 18 éves, amikor ide kerültem Veszprémbe, a sérülés miatt David Davis kivitt Motor Zaporozse ellen, és ott volt az első BL gólom. De akkor ugye még NB1-t játszottam Momóval, és utána kerültem fel, és akkor Momóval szerintem igen Porto ellen volt az első, vagyis első úgy, hogy felnőtt szinten vagyok. Első BL gólom, nagyon örültem, és ez ilyen nagyon jó érzés volt nekem. 2021 nyarán ugyanis az akkor már magyar válogatott jobb átlövő, akit társai csak Zokinak becéznek, a felnőtt keret tagja lett Momir Ilics és Gulyás Péter kezei alatt. Kicsit meglepődtem, mikor kaptam egy telefonhívást ugye a menedzseremtől, meg ugye nagy Lacitól, hogy itt itthon fogok maradni, és felnőtt keret tag leszek. Kicsit meglepően, de jó érzéssel fogadtam ezt a, hogy felnőtt Telekom Veszprém csapattagja lehetek, de hál' Istennek ez bejött, és élveztem ezt a két évet itt Veszprémben. Tényleg mindenkinek köszönöm ezt a támogatást, aki támogatott ebbe a két évbe, aki mellettem állt, és köszönöm a szurkolóknak, hogy mindig bíztattak minket. Zoki magyar bajnokként távozik Hamburgba, de lehet, hogy nem utoljára láttuk veszprémi színekben. Ilyen fiatalon mindenki, az összes csapatársam segített, mindig kijavítottak, és mondták, hogy mit és hogy kellett jobban csinálnom. Ezt mind elfogadtam, és edzéseken próbáltam inkább ezeket megoldani, és utána a meccsen. Úgyhogy ez az két év, ez nekem nagy önbizalom, meg úgymond, hogy Telekom Veszprém játékosa lehettem. Ez nagy megtiszteltetés, és reméljük, hogy nem sokára visszajövök. Ennyi volt már az Építők magazin, búcsúzóul néhány rövid hír a nyári szabadságukat töltő játékosokról. András Nilsson június végén megnősült Svédországban, ezúton kívánunk sok boldogságot nekik. Bjarki Már Ellisonnak pedig jobbulást, az izlandi szélső térdét néhány napja megoperálták, várhatóan szeptember végén térhet vissza a csapathoz, mi pedig legközelebb 4 hét múlva várjuk Önöket, viszontlátásra!